Tisztában kell lennünk alapvető fogalmakkal, kifejezésekkel. Ezek nem jogi fogalmak, nem jogi kérdések. Ezeket mindenki érteni fogja. Olyan, mint az 1 meg 1 egyenlő 2. Aki nem tud számolni, becsapják a boltban, a piacon, és becsapják a bankban. Az árfolyam egy külföldi pénzértéke. Egy svájci frank hány forint? A hivatalos árfolyamot minden nap közli a Magyar Nemzeti Bank. 2013. január 4-én egy svájci frank 240 forint 60 fillért ért. Az árfolyam változik folyamatosan, napról napra, óráról órára. A Magyar Nemzeti Bank honlapján megnézhetjük az árfolyam csökkenését, emelkedését. 6 éven belül előbb csökkent 180-ról 150-re, majd emelkedett a mostani 240-re. Az utóbbi egy hónapban 232-ről emelkedett 242 fölé, aztán csökkent 240-re. Az árfolyam csökkenése vagy növekedése sok mindentől függ. Az, hogy erre fel lehet-e készülni, számításba lehet-e venni, előre az árfolyam változást, később visszatérünk. A bank, ahol felvettük a hitelünket, többféle árfolyamot számol, nem a Magyar Nemzeti Bank árfolyamát használja. Ha besétálunk az OTP-be egy 20 000 forintossal, akkor valuta eladási árfolyamon számolja ki, mennyi CHF-et kell nekünk adnia. Ha egy perc múlva meggondoljuk magunkat, valutavételi árfolyamon számolja ki, hogy mennyi forint jár nekünk. Lényegesen kevesebb forintot kapunk vissza. Az OTP árfolyam része valutakereskedés esetén 6,4%. A bank kereskedik a valutával, mint egy boltos. Olcsón veszi, majd drágábban eladja. Svájci frankonként keres 15 forintot. Ezt nevezzük árfolyamrésnek. A vételi és eladási árfolyam különbségét. A banknak ez bevétel, nekünk kiadás. Az árfolyamrés a mi költségünk. A kölcsönünk esetében az OTP lakossági deviza árfolyamokat alkalmaz. Az árfolyamrés 2%, közel 5 forint. Az árfolyamrést az OTP határozza meg. A vételi és eladási árfolyam között van a középárfolyam. Esetünkben az eladási árfolyam 1%-kal magasabb, mint középárfolyam, a vételi pedig 1%-kal alacsonyabb, mint a közép. Így jön ki a 2%. 1 meg 1 egyenlő 2. Az ERSZT-hez is bemehetünk a 20 000 forintunkkal, és az ERSZT is 6,4% árfolyamrést alkalmaz a valutánknál. A szerződésünkkel kapcsolatban az ERSZT számlakonverziós deviza árfolyam nevet használja. Dupla akkora árfolyamrést használ, mint az OTP, 4%-ot. Az árfolyamrést az ERSZT határozza meg. Minden bank saját maga határozza meg az árfolyamrés mértékét. 6 éve ERSZTE a szerződésünk kapcsán 4% árfolyamrést használt. Az árfolyamrés mértéke nem változott, maradt 4%. 6 éve az OTP 1% árfolyamrést használt. Az árfolyamrést megváltoztatta az OTP, duplájára emelte, mivel most 2%. Némely bank az árfolyamrés mellett, vagy helyett különféle díjat számított fel a deviza átváltás címén. Érdemes erre figyelni. Összefoglalva, egy svájci frank hol többet, hol kevesebbet ér. Ez az árfolyamváltozás. Az OTP-nél egy svájci frank 6 éve 156 forint volt, most 240. Az ERSZT-nél hasonlóak az árfolyamértékek. 156 volt 6 éve, most 239. Nagyon jelentős emelkedés volt az árfolyamváltozás. A szerződéseink alapján a bankok vételi és eladási árfolyammal számolnak. Ez költséget jelent számunkra. Ennek a költségnek a neve árfolyamrés.
Az árfolyamrész százalékos értékét a bankok saját maguk határozzák meg, és saját maguk változtathatják meg nagyságát. Növelik az árfolyamrész százalékos értékét, ha több hasznot szeretnének. A következő részben megnézzük az árfolyamrés hatását a tartozásunk nagyságára, és megnézzük, hogyan tiltotta meg törvénnyel az állam az eladási árfolyam alkalmazását a deviza elszámolású forint kölcsönök egy részénél. Addig nézd meg a saját bankod és saját szerződésed adatait. Tartsd szem előtt, ha nem tudod kiszámolni mennyi, egy meg egy, akkor becsapnak.